Nézzük, várom az első bejelentkezőt. Mindenek előtt idézem az e-mail címemet. Jó estét kívánok! Látom, megérkezett az első hallgató. Köszöntöm, és a továbbiakban pedig akkor ezt másokra is kiterjesztő, mondom, ó, most már hárman itt vannak. Üdvözlök mindenkit az online bétmidrásnak a ma esti 9 órás adásán. Egyben remélem, hogy mindenki a Sabolt ünnepét nagyon jól töltötte, tartalmasan volt lehetősége egy kis spirituális kikapcsolódásra. Most ahogy olvastam a magyarországi híreket, ugye már ami az emléknek a zsinagógáival kapcsolatos, láttam, hogy nem, hogy már nem volt ez a teljes mértékű korlátozás, tehát volt, tehát lehetett valami szabadtéri minyanhez, meg ugye a 10 parancsolat felolvasásához csatlakozni. Kedves Elvira, én is jó estét kívánok. Ha pedig valakinek esetleg nem válaszol még személyesen, akkor kérem majd a továbbiakból semmiképpen ne vegye zokon. Most tényleg előzetesen mindenkinek így személyesen mondok egy jó estét, és nagyon örülök, hogy mindenkit van. Pont elkezdtem számolgatni azt, hogy mióta elkezdtük ezt az online bétmidrást. Azóta eltelt most már lassan 2 hónap, ez 8 hetet jelent ugye, és minden nap volt 3 óra, ez egy héten 15 órát jelent, 8-al felszorozva ez 120. Tehát most már az, aki esetleg, jó, hát nem gondolom, hogy minden órát mindenki követett, de az, aki ezeken részt vett, az most már, ha csak egy részen is, az most már rengeteg többlet tudással rendelkezik. És azt mondom, hogy bár ez a fajta tanulás, ez nyilván nem ugyanaz, mint mondjuk egy jesivában, mert egy jesivában nyilván az ember ugye az eredeti szövegekből tanul, ott van előtte a szöveg, tanulja ugye a forrásokat, de ahhoz, hogy az ember egy alapvető jó zsidó műveltséget szerezzen zsidó vallásirodalomból, ezek a kurzusok kitűnőek, és azért is nagyon jók, mert ugye ezek már átmennek egy olyan szűrőn, hogy azok, akik itt előadnak, azok nagyjából sejtik azt, hogy mi az, amire esetleg a hallgatóközönség, nézőközönség kíváncsi lehet. Azonban pont most még egy mondaton belül, akkor most azt is mondanám, hogy ha valakinek van esetleg ötlete, vagy kívánsága arra vonatkozóak, hogy mit szeretne hallgatni, miről szeretne tanulni, akkor azt gondolom, hogy azt érdemes lenne megírni. Én most felajánlom mindenkinek, hogy itt nálam is nyugodtan írja meg, és akkor lehet azon tovább gondolkodni, hogyha több ember szeretne mondjuk egyfajta témát tanulni, akkor későbbiekben elő lehet készíteni erre egy előadás sorozatot. Én teljes mértékben nyitott lennék rá, ez tényleg az lenne szükséges, hogy elkezdjünk ezen gondolkodni, beszélni. Úgyhogy mondom mindenkinek, későbbiekben is nyugodtan írjátok le azt, hogy mi az, ami esetleg még a későbbiekben érdekel, és ahogy esetleg egy kurzus végződik, akkor amennyiben lehetőségem lesz, amennyiben úgy érzem, hogy én például tudok azzal a témával a megfelelő szinten foglalkozni, akkor nagyon szívesen beszélgethetünk arról is. Na most azok, akik már az én óráimat hallgatják egy ideje, azok tudják, hogy minden egyes előadás ugye azzal kezdünk, hogy egy ismétlésen megyünk keresztül. Ennek két célja van. Az egyik az, ugye, ismétlés a tudás anyja, az, amit először megtanultunk, azt tulajdonképpen még nem tanultuk meg, az még csak egyfajta, ahogy a haszid filozófia mondja, hochma. Ugye azért hochma, koachma, úgy szokták mondani, ez a mi kérdésének az ereje. Tehát amikor az ember rájön valaminek az eszenciájára, hirtelen megérzi azt a dolgot, felvillan benne valami értelem, ami képes megragadni azt. De ez csak egy pillanatnyi felvillanása az értelemnek. Ez még nem jelenti azt, hogy az illető az tényleg mélységében megértette a dolgot, és nem csak megértette, de meg is jegyezte a dolgot, mondjuk úgy internalizálta, beépítette a saját tudásába, hogy az szerves része legyen, hogy az hatása legyen a személyiségére. Ehhez az ismétlés elengedhetetlen. Tehát ez az egyik oka. A másik pedig, hozzáteszem, ezeket a videókat tekintve, hogy vissza lehet nézni, ugye mindenki saját magának is meg tudja csinálni az ismétlést, de azért ne bízunk a véletlenre, és történjen meg valós adásban, valós időben, óra elején, ez nekem is segítség egyébként. A másik oka pedig az,
hogy nagyon remélem, hogy minden egyes alkalommal, ez legalábbis nagy vágyam, hogy mindig vannak egy-egy új ember, aki esetleg csatlakozik, aki eddig nem volt ott, aki most először nyitotta meg esetleg a Facebookján ezt az oldalt, vagy most először csatlakozott az előadásomhoz. Szeretném, hogyha neki is lenne valamiféle lehetősége becsatlakozni, annélkül, hogy előzetesen vissza kellene nézni a sok-sok órát, tekintve, hogy nem is tudja, hogy hogyan kéne elkezdeni. Jó, akkor most ezt rövidre zárva, akkor a múlt órán ugye elkezdtünk egy új témát, és ez lesz most a következő 3-4 hónapban ez az esti 9 órás előadásnak a témája, ez pedig a zsidóság 13 hittétele. A zsidóság 13 hittételéről elmondtuk, hogy ez ugye Maimonides foglalta őket össze, ugye a hitelvekről, ugye ez nem azt jelenti, hogy ő találta ki őket. Ugye ezekről már korábbi forrásokban, ugye a Gemarában szó van, ugye már találunk forrásokat ebben a Tanakhban is, de a lényeg az, ugye például a Istenben való hit, az ugye az első parancsolatot jelenti, tehát annak tanaki forrása van, ugye Mózes második könyvében. Bocsánat, most hirtelen belegabajtam a saját szavaimba. Tehát ugye az a lényeg, tehát a Maimonides volt az, aki bocsánat a kis szünetét, Maimonides volt ugye az első, aki összefoglalta ezeket egy szisztematikus módon, ezt a 13 hittételt. Na most ezek után, miután ezt megfogalmazta, egyébként a Piruslő Misnájodban, ez ugye az egyik fő műve volt, amit írt, méghozzá ez azt jelenti, hogy ugye magyarázatokat adott a különböző misnákhoz, kommentárokat írt hozzá. Na most, ugye minden, ugye a misnát is különböző rendekre, ugye, és széderre, és különböző traktátusokra osztjuk fel. Ugye minden egyes rendben sok-sok traktátus van. 6 rend van, és minden rendben sok traktátus. Na most ezekből a traktátusokból van egy olyan traktátus, amit úgy hívjuk, hogy Sanhedrin traktátusa. És a Sanhedrin traktátusán belül van egy utolsó fejezet, ugye minden traktátusnak van utolsó fejezete, de a Sanhedrin traktátus utolsó fejezetében azt írja ebben a kommentáriában, ott írja le ezt a 13 hittételt. Tehát azt csak azért mondom, hogy ez a forrása meg. A későbbiekben még ez a 13 hittétel, ez még számos formát nyert, ki lett fejtve, rövidebb verzióban belekerült az imakönyvbe, ugye mondtam is, hogy én most pont egy szefárd közösségben imádkozom, és ott szombat esténként, Kabbalah Csabatkor el szokták mondani. Ez a Yigdal nevezetű himnusz, amiben a 13 hitelvet röviden, kellemes szólammal eléneklik. Nem pont úgy, ahogy le van írva, ugye, hogy mindegyik ugye anima aminnal kezdődik. Ugye amikor én beszélünk a 13 hitételről, minden hitélel, azzal a sablon szöveggel kezdődik, hogy anima amin, tehát hogy én hiszek, vagy teljes emunas léma, teljes hittel hiszek, és utána következik az egyes hittételeknek a tárgya. Na most a Yigdal himnuszában ugye ezt nem így mondják, nem szöveghűen, de a lényeg az, hogy a tartalmát azt kiveszik ennek a 13 hittételnek, és akkor arról azt ilyen kis nótában foglalják. Jó. A Rambamnak a többi művétről most nem beszélnék, mert igazából a mi szempontunkból továbbiakban még összefoglalás szintjén is csak ez lesz az érdekes, ez a 13 hittétel. Ami viszont nagyon fontos, az az, hogy ugye rögzítettük, hogy nem kezdjük el rögtön magáról a hittételekről beszélni, mert mielőtt azokról beszélnünk, egy fogalmat kéne tisztáznunk. Mit jelent egyáltalán a hit? És a múlt órán előirányoztam, hogy ugye az első 2-3 órában erről fogunk beszélni, a hitről fogunk beszélni, mi a hitnek a fogalma. Na most már láttam, mikor erre az előadásra ugye olvastam az anyagot, hogy ez a 2-3 óra, ez 3 lesz. Tehát a mostani hét és a következő héten fogjuk akkor befejezni. Jó? Úgyhogy úgyhogy most kezdem azzal, hogy összefoglalom, hogy mi az előző órának az anyaga, és még annyit előirányoznék, hogy közben látom, most már tényleg többen megérkeztek, mindenkit tényleg üdvözlök, személyesen is nagyon örülök, hogy itt vagytok. Ami tehát lényeg, hogy a mai órán 3 témával fogunk elsősorban foglalkozni az ismétlés után. Az egyik az a hit és az önfeláldozás, a második, illetve Mesirut Nefesh, így is szokták hívni ugye a zsidóságban, a második, ugye ez a hitnek az egyik aspektusa, a másik az a hitnek és az intellektusnak a kapcsolata, hit és értelem kapcsolata, és a harmadik pedig
A hit, mint parancsolat. Én azt gondolom, hogy ez az utolsó talán az, ami nagyon megfogható mindenki számára, és ami egy örök kérdés, hogy hogyan lehet a hitet egyáltalán megparancsolni. Miként értelmezhető az is, hol találjuk a Bibliában azt, hogy a hit az nekünk ki van adva parancsba, és egyáltalán mi értelme van ennek. De az, hogy azt tárgyaljuk, előtte végig kell vennünk az előző két pontot, nevezetesen mi, hogyan kapcsolódik a hit és az értelem egymáshoz, ugye a haszid megközelítés szerint, valamint azt, hogy mit jelent a zsidóságban az önfeláldozás. Ez az utóbbi, ez igazából az előző órának lesz a szerves folytatása. És akkor most, mondanám, hogy csapjunk a lovak közé, de még mindig csak az ismétlés lesz. Tehát akkor kezdjük el a múlt órán, alapvetően két témával foglalkoztunk, és tényleg egy rövid összefoglalót erről. Ez a kettő már pedig a hitnek az aspektusa volt, hogy milyen aspektusai vannak a hitnek, valamint a parancsolatoknak, hogy mi a jelentősége a parancsolatoknak. Talán a második az, amit már többen hallottatok különböző előadások során, és az első talán még kevésbé. Ahhoz, hogy ezt az elsőt megértsük, ahhoz ugye adtunk egy haszid filozófiai bevezetőt. Az Alterebbe, tehát a Chabad haszid mozgalomnak a megalapítója írta a Chabad filozófiai alapértekezésének számító művében, a Tányában, vagy a Likutei Amarimban, Sefer Shebeinonimban, ugye három különböző neve is van ennek a könyvnek, hogy ugye kétféle lélekkel rendelkezünk. Zsidóként kétféle lélekünk van. Van egy isteni lélek, és van egy állati ösztönlélek. Tisztáztuk azt, hogy ez az állati lélek, ez nem kell, hogy valami nagyon alantos dolgot jelentsen. Ez igazából azt jelenti, hogy azért hívjuk állatnak, mert azt mondjuk, hogy az, ami alapvetően megkülönbözteti mondjuk az állatot és az embert, ez volt az alapvető meghatározás, ez volt a különbségnek az alapvető meghatározása, hogy mi tudunk, hogy mi nekünk az Istenhez való kapcsolódásunk az ugye teljesen más. Az sokkal tudatosabb tud lenni, és mi fel tudjuk fogni azt, hogy az egónkat túlhaladva, hogy a létünk az nem önmagában áll valami vákumban, függetlenül mindentől, hanem az az örökkévalóhoz, Istenhez kötődik, az egyetlen, mindentől független létezőhöz. Most tisztáztuk azt, hogy ennek a kettős lélek, ugye ennek a két léleknek nagyon érdekes szerepe van. Mert azt mondjuk, hogy ezek mind ketten egyszerre funkcionál, egyszerre működnek. Mind a kettő arra törekszik, hogy egyfajta uralmat, egyfajta dominanciát terjesszen ki a másik fölött, a lelken belül. A tánya ezt egy városhoz hasonlítja, vagy egy háborúhoz. Ahhoz hasonlítja, mint amikor van két sereg, és mind a kettő valahogy meg akarja szerezni egy bizonyos területet, és ahhoz meg kell küzdenek egymással. A terület ebben az esetben ugye az én. Mit jelent az, hogy én? Ezt tisztáztuk a múlt órán, hogy amikor én azt mondom, hogy én, vagy például én hiszek, ez általában, amikor a közbeszédben használjuk ezt az én szót, akkor nem gondolunk abban mindig bele, hogy ugye ez három dolognak a kombinációjából áll. Van az isteni lélek, van az állati ösztönlélek, vagy mondjuk úgy ego, hívjuk inkább egónak. Ezt a múlt órán is már bevezettük ezt a fogalmat, legyen ego. Mert ez az, ami elsősorban ugye az én független létezésemnek az érzését biztosítja, és a harmadik pedig a fizikai létem. Most azt beszéltük, hogy az isteni lélek az egyetlen egy módon funkcionál. Minden pillanatban és mindenféle módon Istenhez való kötődését érzékeli. Tehát azt mondom, hogy amikor azt mondom, hogy én, Isten ments mondjuk, nem hiszek Istenben, akkor ezt világos, hogy nem az isteni lélek mondja, mert az isteni léleknek a hite a sértetlen. És azt mondom, hogy nem is feltétlen az állati ösztönlélek mondja, a sugallja, hanem azt az a kombinációja mondja, ami ugye az én mögül szólal meg. Tehát megint az én, az ugye az isteni lélek, állati ösztönlélek és a fizikai létemnek az összessége. És azt mondom, hogy ezeknek a kombinációja az, ami esetleg egy ilyen következtetése jut. De ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy az embernek az eszenciája, azt mondjuk, hogy zsidóként az eszenciánk, az az isteni lélek. Tehát hiába köznyelvileg azt szoktuk mondani, hogy én, és ez alatt ennek a háromnak esetleg a kombinációját értem, de amikor valójában az énnek az eszenciájára gondolok, akkor az isteni lélekre gondolok. És ez az, amit ugye magyaráztam múlt órán, hogy amikor arról beszélünk, van egy olyan tétel, hogy minden zsidónak van hite, hogy egy zsidó nem tudja elveszteni a hitét.
Ez nem olyan értelemben értendő, hogy nincs olyan zsidó esetleg, aki azt mondaná, hogy én nem hiszek, nekem nincsen hitem, én nem tudok kapcsolódni intellektuálisan mondjuk hitbéli dolgokhoz, mert annyira nem érzem. Ez nem az isteni lelkére vonatkozik, hanem ez az énre vonatkozik, ami mögül már három hang szólal meg. Az isteni léleknek a hite azonban teljesen sértetlen. Miért? Azért, mert annak az eredete is isteni. Azt tanuljuk, hogy mielőtt az isteni lélek az leereszkedne a testbe, azelőtt ugye teljes mértékben Istenhez tapadva létezik. Na most nyilván minden egyes olyan szót, amit ezzel kapcsolatban ugye Istenre meg a lélekre használunk, mivel ezek mind spirituális entitások, ugye. Ezek világos, hogy kicsit problematikus, mert ugye itt folyamatosan csak képletesen fejezhetem ki magamat. Nincs arra lehetőség, hogy tényleg eszenciájában megragadjam, hogy ez mi. De azt mondjuk, hogy ha le akarom írni mondjuk a léleknek Istennel való kapcsolatát, hogy mielőtt az mondjuk leereszkedett volna az isteni lélek a testembe, és megadta volna azt az érzést, hogy ugye, ami az énem mögül azt mondja, azt mondatja velem, hogy van Isten, és én hozzákapcsolódok a létemnek minden egyes rezdülésével, ugye ezt megelőzően a lélek az ott volt Istennek a kötelékében. Na most, azzal folytattuk ezt követően pedig, hogy kimondtuk, hogy tehát a hit az bizonyos értelemben mindig megmarad. Sosem lehet elveszteni, mert a hitnek ez az aspektusa, ez egyszerűen egy ténykérdés. A hitnek van egy másik aspektusa, amit intellektuális úton lehet megszerezni, vagy tettek által ugye lehet kifejezni. Most erre adattak a parancsolatok. Amikor az örökkévaló előírt nekünk parancsolatokat, ugye azt úgy mondjuk micvákat, akkor azokat azért írta elő, hogy kapcsolatot létesítsünk vele. Ugye maga a micva szó is azt mondjuk, hogy a cafta szógyökből jön. A cafta, a lefel a végén pedig azt fejezi ki, ugye ez nagyon hasonló a két szó, azt fejezi ki, hogy kapcsolat. Tehát azért parancsolta meg nekünk Isten bizonyos dolgoknak a teljesítését, betartását, vagy az attól való tartózkodást, ugye a tevőleges és a tiltó parancsolatok által, hogy ezzel szorosabbra vonjuk a vele való kapcsolatunkat, tudatosítsuk a vele való kapcsolatunkat. A kapcsolatunk az megszakíthatatlan, az feloldhatatlan, az nem lehet, nem tudunk elszakadni Istentől, egyszerűen azért, mert van egy isteni lelkünk, és az eszenciájában isteni. Azonban ugye előfordulhat, hogy ezt nem tudatosítjuk magunkban. Ugye ez rengetegszer, ez mindenkivel előfordul időnként. És ezzel kaptuk meg a parancsolatokat, hogy legyen lehetőségünk ezt folyamatosan valamilyen módon tudatosítani magunkban. Na most, ugye ez volt az, ami röviden ugye az előző órának volt az anyaga, és most, most tudunk tovább kanyarodni, ugye, amit ma irányoztam elő. És akkor mondtam, hogy az első témánk az legyen a hitnek és az önfeláldozásnak a kapcsolata. És akkor erre mondtam, hogy ez szervesen fog kapcsolódni az eddig tárgyaltakhoz. Ugye, amikor azt mondom, hogy a léleknek van egy olyan aspektusa, ami folyamatosan ugye az istenséget érzi, és nem tud Istentől elszakadni, akkor azt tudom mondani, hogy ezáltal, és ez még egy nyúlfaroknyi, ami az előző órának az anyaga, de akkor azt tudom mondani, hogy tulajdonképpen az a fajta klasszikus kapcsolat, hogy beszélni szoktunk az Istennel való kapcsolatunkról, tehát hogy van az én, van az Isten, de akkor még egyszer vegyük, mi az énnek az eszenciája, az isteni lélek. Az isteni léleknek és az Istennek a kapcsolata azonban már nem, hogyha megcselekedjük a parancsolatokat, akkor már nem egy te és én kapcsolat, amiben a te az Isten, az én pedig akkor mondom az énnek az eszenciája, tehát az isteni lélek, hanem azt mondom, hogy az egész tulajdonképpen egy entitás. A lelkem, hogy a parancsolaton keresztül kapcsolódik Istenhez. És ilyen módon ez a, ugye mi, ez, ugye azt mondjuk, hogy a zsidóság ugye tagadja, ugye nem ismeri el a misztikus egységnek a tanát, ami esetleg más vallásban előfordulhat. Ugye ember és Isten egységének a tanát, hogy esetleg egy testben, hogy esetleg ember testében az Isten megnyilvánulhat. De azt mondjuk, hogy a Tóra által, meg a parancsolatok által tudunk hozzá kapcsolódni. Ugye ez az egyetlen mód. És ilyen módon pedig ugye mi is be tudjuk magunkat, ugye megint csak ahogy örökkévalónak hívjuk az Istent, ugye az örök lét kötelékébe tudjuk ezáltal kapcsolni magunkat.
Na most van egy nagyon érdekes jelenség, és ez a Tánya beszél erről azt hiszem a 18. fejezetben, hogy fordulhat elő, mi történik akkor, amikor egy zsidó mondjuk feláldozza magát a hitért. Azt mondjuk, hogy egyáltalán az önfeláldozás témája. Nagyon sokszor beszélünk önfeláldozásról, és emberek nagyon sokszor, tehát azért rengeteg példa van abban a történelemben, vagy akár a mindennapjainkban, hogy valaki áldozatot hoz valamiért. Mondjunk olyan dolgokat, ami kevésbé gyakorlati, hanem inkább egyfajta eszmei, vagy spirituális mondjuk. Van úgy, hogy valaki mondjuk a hazájáért hoz valami áldozatot. Mondjuk háborúzik a hazájáért. Van úgy, hogy valaki egy cégért hoz áldozatot. Minden egyes, bár, vagy egy eszméért, egy eszmének a terjesztéséért. Na most bármi ilyen önfeláldozással is legyen szó, mindegyikre igaz az, hogy bármilyen nemes, a tudat szintjén, bármilyen nemes elgondolás is vezérelte, történik egyfajta csere. Mert akkor, amikor én például azt mondom, hogy mondjuk ha hazámért feláldozom magamat, akkor azt azért teszem, hogy utána abból legyen valamiféle nyeresége, ugye az otthonomat adó országnak, vagy amit ugye hazámnak hívok. Hasonló mód, amikor mondjuk valami közös projektért, vagy projekt közös, hogy szokták mondani, projektért áldozom mondjuk fel magamat. Azt mondjuk, van egy közös cél, és azért, hogy a cél valamilyen módon megvalósulhasson az általam hozott áldozat által. Na, amikor viszont olyan dologról beszélünk, ugye volt erre példa a középkorban a hittérítéseknek, az agresszív hittérítéseknek a során, hogy próbáltak zsidókat áttéríteni más hitre, ugye? És voltak olyan zsidók, nem mondom, hogy ez mindennapos volt, de voltak olyanok, akik abban a pillanatban ugye inkább feláldozták az életüket, mint sem, hogy megtagadják az Istent. Na most, pláne nagyon fontos tisztázni, hogy ennek mi lehet a forrása. Mert ugye nagyon sokszor, ugye erre a haszid filozófia ad egy magyarázatot. Én elfogadom azt, hogy esetleg az, amit most hallani fogtok, ez lehet, hogy nem lesz feltétlenül egy olyan dolog, amit úgy éreztek, hogy nagyon könnyű beültetni a mindennapi élet tapasztalatainak a sorába. De ez a haszid filozófiának a magyarázata, és szerintem nagyon szép. Ugye megint csak nem arról beszélünk, nem vallásterjesztésről beszélünk. Tehát nem arról beszélünk, amikor például valaki mondjuk egy agresszív cselekedettel, mondjuk egy öngyilkos merénylettel, ugye azt mondja, hogy ő most valami jót tesz mondjuk Isten nevében, mert ezzel is azt mondja, hogy az ő célja az az, hogy valamilyen módon terjessze azt a vallást. Amikor azt mondjuk viszont, hogy egy zsidó azért áldozza fel magát, hogy ne tagadja meg az Istenét, akkor a haszid filozófia magyarázza, hogy ez nem azért van, mert ezért cserébe valamilyen eredményt vár el ettől. Azt várja el, hogy ettől esetleg valakinek haszna lesz. Mert egyedül ugye Isten az, akinek ebből haszna lehetne, de Istennek ebből nincsen haszna semmiféleképpen. Ugye nem mondhatjuk, hogy Istennek jó az, hogyha valaki feláldozza az életét azért, mert nem hajlandó esetleg megtagadni a hitét. És a haszid filozófia magyarázza, hogy ennek az az oka, hogy vannak pillanatok, amikor az emberben ez a hihetetlenül erős hit, ez a fajta kötelék, ami Istenhez kapcsolja, ugye az isteni lelkét, ami folyamatosan látja, ami folyamatosan tudatában van ugye Isten létezésének és a hozzávaló kötelékének, csak már amikor az én mögül, csak amikor az én beszél, ami már mondtuk, ez egyszerre három hangnak a kombinációja, az az, ami általában nem tudja esetleg ennek az igazságát felfogni, de vannak pillanatok, és voltak ilyen pillanatok, amikor valahogy a felszínre került ez a hihetetlen erősít. És abban a pillanatban, ugye, annyira az embernek ez a spirituális léte az, ami felülkerekedett, ami meghatározó lett, hogy habár fizikailag érezte, ugye fizikailag nem tagadható, hogy él attól még valaki, hogy azt mondja, hogy ő megtagadja az Istenét, megtagadja a hitét. De akkor abban a pillanatban egyesek számára olyan hihetetlen erővel kerekedett felül az az igazság, hogy az ő létének az eszenciája, az nem az egója, nem a fizikai léte, hanem az Istenhez fűződő kapcsolata, az isteni lelke, hogy abban a pillanatban az a fajta lehetőség, hogy ő bármilyen módon, a lélek bármely öltözéke által, ugye, amit a haszid filozófia tanít, gondolat, beszéd, cselekedet, azt mondja, ez ami a lélek egyik öltözéke,
ugye a beszéd, azt mondja esetleg, hogy az Isten, akiben én mondjuk hiszek, abban én már nem hiszek, és elvetem mondjuk ezt a hitemet, és megtagadom, ez abban a pillanatban elképzelhetetlen. Mert abban a pillanatban az ént teljes mértékben ez a fajta, ugye az isteni lélek az, ami képviseli, és abban a pillanatban teljes mértékben felülkerekedik ugye az állati ösztönlelken és a fizikaliságon. Na most ezt illetően pedig, hogyha ezt tudjuk, akkor az is nagyon érdekes, hogy mit mond ugye a haszid tanítás, ugye a hatha haszid tanítások arról, hogy hogyan kell egy embernek ahhoz a helyzethez viszonyulni, amikor mondjuk nem ezt érzi. Nem érzi ezt a teljes spirituális átitatottságot, nem érzi azt, hogy az isteni lelke az, ami teljes mértékben felülkerekedne. Kétségei vannak esetleg a hitében és Istenben. Mit kell ilyenkor tenni? Meg kell ijedni? Azt kell mondani, hogy nekem alapvetően a hitem az, ami meggyengült, és valami alapvetően romlott el, valamit nagyon meg kéne változtatni? Esetleg teljesen újra kéne gondolnom, hogy egyáltalán érdemes-e nekem ez a valláshoz, ez az egész hitbéli hitnek a megéléséhez kapcsolódni? És erre egy nagyon jó gyakorlati tanáccsal szolgál megint csak ugye Ábád filozófia, és azt mondja, hogy nem. És miért? Azért, mert még egyszer, nem egy lelkünk van. Azt mondja Ábád filozófia, hogy két lelkünk van. Te vagy két komponense. Most még egyszer mondom, nyilván ezeket nem lehet elképzelni, ezek nem fizikai entitások, ezek spirituális entitások. Amikor a lélekről beszélek, akkor spiritualitásról beszélek. De az a lényeg, hogy kétféle megélési módja van. Van az egófajta megélése, és van, ugye, ami az ént képviseli, ami kiabál és folyamatosan azt mondja, hogy én létezek, független vagyok, és van a másik féle létezés, ami pedig ugye folyamatosan az Istennel való erős kötelék az, amit kimond, és aminek az igazságát elismeri. Na most, azt mondja a Bát filozófia, hogy mivel van egy olyan részünk, ami nem képes, ami nem kapcsolódik érdemben annyira ez az istenség, ez azért teljesen természetes, hogy vannak olyan időszakok, amikor ebben a háborúban, amikor az isteni lélek és az állati lélek, vagy az ego, az egymással úgymond hadakozik az uralomnak a kiterjesztésért, akkor teljesen normális, hogy vannak olyan időszakok, amikor esetleg ugye az ego az, ami győz. Amikor azt érezzük, hogy valahogy az a fajta spiritualitás, az a fajta ragaszkodás, ami korábban jellemző volt, ami korábban jellemezte az érzéseinket, a kapcsolódásunkat a valláshoz, az valahogy eltűnik, az valahogy gyengül. Na, ilyenkor pedig azt mondjuk, hogy nem kell ezzel nagyon törődni, nem kell annyira a lelkünkre venni. Azt kell mondani, hogy jó, vannak ilyen időszakok, ez most éppen egyfajta pszichológiai küzdelem. Most éppen azt az időszakot élem, hogy az egóm az, ami felülkerekedik. Mit mond ez nekem? Nem megijedni kell, hanem cselekedni. Ilyenkor kicsit meg kell erősíteni, ugye az isteni lelket, mi által tudjuk ezt megerősíteni, trenírozunk. Na most mi által lehet trenírozni? Tanulásától, ugye? Az, hogy vallásos tanokat tanulunk, haszid filozófiát olvasunk, elmélyülünk ugye a Niglének a tanulásában, tehát a Tóra kifejtett tananyagnak a tanulásában is, ugye nem csak az ezoterikus részében, hanem a kifejtett részében, Halaká, Talmud, stb. És ezzel egy időben pedig igyekszünk azon is dolgozni, hogy valamilyen módon megszelídítsük ezt az állati ösztönlélket. Más szóval azt mondja a zsidóság, és leginkább ugye a haszid tanítások, hogy, és itt megint csak megnyilvánul az, hogy ez a zsidóságot könnyű megélni úgy is, mint egyfajta praktikus vallás, mert még ha kétségek is vannak, még arra is van egyfajta válasz, hogy nem kell a kétségektől megérni, hanem a megfelelő választ kell tudni megadni rá. Na most vannak, most egy másik jelenség, ami megint gyakran megtörténik, hogy valaki azt mondja, nagyon maga biztosan, és általában is állítja, hogy hisz Istenben. De most hiába nincs meg az az általános, hiába nem arról beszélünk, mint az előző esetben, amikor, na most, bocsánat, olvasok egy kérdést, ateistának az állati lelke domináns? Változhat? Herceg László úr kérdezte. Hát azt kell mondjam, hogy tulajdonképpen erről van szó. Pontosan erről van szó, és természetesen változhat. Ugye pont ez a megoldási módozat, hogy edzeni kell az isteni lelket. Azt mondjuk ugye, hogy és azt mondjuk ugye, hogy eleve az a tény, hogy én nem ismerem föl az istenségnek a létezését, az azt jelenti, miközben a lelkemnek van alapvetően egy ilyen tapasztalása, az azt jelenti, hogy valahol ugye
nincsen egyensúlyba a két léleknek az edzése. Az ego az több teret kapott a kiteljesedésre, mint az isteni lélek. Remélem, hogy sikerült megválaszolnom, Mértő úr, hogyha van esetleg, hogyha nem volt esetleg világos, akkor kérem tegye fel a kérdést újra, és akkor igyekszem jobban kifejteni. De akkor ugye folytatva ezt a gondolatmenetet. Tehát van az a helyzet, amikor kétségeink vannak, és erre ugye megadtuk a választ, hogy amikor ilyen kétség van, nem kell aggódni, egyszerűen tudatosítani kell magunkba, hogy jelen pillanatban a két lélek fél van egymás a harcban. De mi történik akkor, amikor nincsenek alapvető kétségeink, de mégis azt látjuk, vagy mondjuk más embereknél, köszönöm szépen a visszajelzést, tehát mégis azt látjuk, hogy egy ember, aki magáról azt mondja, hogy vallásos, nagyon sokszor mégsem úgy viselkedik, amit mondjuk a vallást előírna. És ezt többször látjuk, és azt hiszem, hogy ez nem is elsősorban a vallásos embereknek a problémája. Ez a nem vallásos embereknek a problémája. Mert amikor látnak egy vallásos embert, az, aki hangoztatja a hitét, de a hitével teljesen ellentétes módon cselekszik időnként, az nagyon zavaró. Mert az olyan, mintha azt mondaná, hogy én ilyen módon képviselem a hitemet. Na most, mi tulajdonképpen ennek a receptje? Miért fordulhat elő ilyen? Hogy fordulhat elő az, hogy valaki egy időben mondja azt, hogy én hiszek, másrésztről pedig ezzel ellentétes módon viselkedik? A legklasszikusabb példát erre ott látjuk, van egy ilyen talmudi tanítás, szerintem már nagyon sokan ismeritek, hallottátok, hogy van a Brachotnak egyébként a 63. oldalán van, ezt azért mondom, mert az, aki követi a Kövesnomó rabbinak a talmudi tanításait, az tudja, hogy az első, hogy most a Sabbat traktátusában van, de előtte a Brachot traktátusát tanította. Na most, ha ott ellapoztok, ugye, illetve hogy az előadások közül kikeresitek a 63. lapról szóló előadást, akkor meghallhatjátok ezt a történetet. Nagyon érdemes, ajánlom, ő biztos részletesebben elmesélte ezt. De a lényege az, hogy van egy tolvaj, egy betörő, éppen a birtokháborítás előtt áll. Sőt, éppen arra készül, hogy betörjön. És mit csinál abban a pillanatban, amikor már feszítené valahogy föl, ugye a kis pajszerával, nem tudom, hogy mondják, az árat? Egy imát mond Istenhez. Nagyon megkapó, ugye? És egyben komikus is. Hogy történhet meg az, hogy valaki, aki vallásos, és elismeri Istent, és azt mondja, hogy ahhoz, hogy sikerrel járjak, Istennek a támogatása is kell, hogy tudja ezzel egy időben elhinni, hogy egy olyan tettéhez Isten hozzájárulhat, ami teljes mértékben szemben áll ugye a tórai tanításokkal. Nevezetesen a betörésnek és a lopásnak ugye a tilalma. Hogy történhet ez meg? És a válasz az, hogy nagyon sokszor fordul elő az, hogy a hit, mivel az, mint mondtuk, ez az isteni léleknek a tapasztalása. De ez nem egy olyan dolog, amit mi az intellektusunkkal is értünk, hanem ez tényleg egyfajta tapasztalás. Ez valahol, most azt mondanám, hogy valahol a tudat alatt van. De a lényeg az, hogy ez a fajta kapcsolódás a hithez, ez még nagyon ezoterikus. Ez még nem egy tudatos kapcsolódás. Ugye a Herceg úr is kérdezte, hogy ugye ateistának az állati lelke domináns? Hát ugye ez már önmagában a kérdés magába foglalja, hogy egyébként vannak ateisták? Persze, hogy vannak ateisták. És hogyan fordulhat ez ugye elő? És hogyan történhet meg ugye az előbb említett eset is, hogy valaki, aki azt mondja, hogy ő vallásos, de azzal egy teljesen ellentétes dolgot csinál. A hit az annyira ezoterikus tud lenni, hogy még hogyha az illetőben annyira meg is nyilvánult, és nagyon és erős is, hogy azt mondjuk, hogy nem ateista, tehát kibolyt ebből a fajta szerepből, ami csak egy tudatalattit jelent, hanem azt mondjuk, hogy van egy tudatos vallásossága, de még akkor is megmarad egy olyan ezoterikus szinten, hogy az nem feltétlen ölt cselekedetekben is és tettekben is testet. Az nem feltétlen, nem lesz feltétlen egy következetes, nem vonja maga után a következetes viselkedési módot. És ezért kell az, ezért nagyon fontos, hogy ezt a hitet, ezt valahogy ugye megéljük a mindennapok szintjén is. Na most, nagyon sok haszid tanítás kimondja, és majd nyilván részletesebben fogunk kifejteni a Habá nézetét erről, hogy az egyes
ugye az egyes haszid irányzatoknak, a rebbeinek ugye az a feladata, hogy valamilyen módon az emberben lévő ezt az ezoterikus hitet, és segítse, hogy ez valahogy egy tudatosabb megélés legyen. Azt mondjuk, hogy Mózes volt a legnagyobb proféta, és nem is lesz már olyan proféta, mint Mózes. Ugye ez a 13 hittételnek egyébként az egyik, ez az egyik tétel a 13 hittételből, amit Maimonides kimond, és amiről fogunk is majd beszélni. És azt mondjuk, nem volt olyan proféta, mint Mózes. De azt is mondjuk, hogy a minden generációban van egy ember, akinek a lelke az tulajdonképpen a mózesi léleknek a kiterjesztése. Mit jelent ez a gyakorlatban? Azt, hogy Mózes volt az a zsidó, vezető, aki a Tórát leírta és odaadta a zsidó népnek, és azt mondjuk, hogy minden generációban van egy ember, aki ennek a mózesi léleknek a kiterjesztése. Beszéltük már zsidó etika órán, hogy például mi történt akkor, amikor Mózes ugye rátette a kezét Josuára, azt mondtuk, ez a smicha aktusa volt. Mit jelent az, hogy smicha? Ez valami közeledés, rátétele, rábízás. Miért? Mert ezzel nem csak a stafétabotot adta át Jósulének egy gyakorlati politikai vezető szerepet, hanem magából helyezett át valamit, valami spiritualitást, a saját magát folytatta, reinkarnálta tulajdonképpen Jósulében. És azt mondjuk, akkor mondhatjuk azt, hogy is egy Józsefnek volt, a Mózesnek volt a kiterjesztése. De most pont hasonló módon ugye értjük azt, hogy minden generációban megvan a mózesi léleknek a kiterjesztése, és ennek a feladata az, és ez az egyes Chabad rebbéknek is, ugye úgy láttuk őket, mint a mózesi léleknek a kiterjesztése, amit az életükön és a tetteiken keresztül bizonyítottak, ugye az odaadásukon, az önfeláldozásukon keresztül, és azt mondjuk, hogy ők azok, akik ugye segítenek, hogy a lélek mélyén megbúvó, sokszor még csak nem is, még csak revelálódni nem is tudott, tehát megnyilvánulni nem is tudott hit, mondjuk azt például egy ateista esetében, hogy ezt valamilyen módon kibányásza. Úgy is szoktuk hívni a rebbéket, hogy ők a léleknek a léleknek a geológusai, akik tudják, mire élik a felszín alatt, akik képesek azt a tartalékot, ami ott van bennünk, azt valahogy kihúzni, és segíteni, hogy azt mi tettekre váltsuk. De az, ami egy nagyon fontos tétele azonban a haszid tanításoknak, hogy ezt, hogy vannak olyan tanok, olyan haszid irányzatok, akik azt mondják, hogy elegendő ugye a rebbe közelében lenni, vagy valahogy az ő tanításait hallgatni, de az, amit ugye a Chabad tanítások vallanak, hogy nem elég, hogy kapcsolódunk, ugye, hogy közel vagyunk esetleg egy rebbéhez, vagy a generáció Mózeséhez, hanem az is kell, hogy ezeket mi aktívan valóra váltsuk, mi ezeket tettekbe építsük át. Ugye, amikor azt mondom, hogy mondjuk egy a generációnak a Mózese az, aki odaadja a Tórát, mit jelent az? Az, hogy a Tóra ugye a Szinájhegyi átadása óta folyamatosan bontódik ki, folyamatosan tárjuk fel a Tórát. Na most, ugye ma is ez történik, amikor ugye ez történt, amikor a Rási elmagyarázta a Gemarát, ez történt, amikor a Toszfot magyarázta ugye a Rásinak az egyes kommentáriait, és ez történik folyamatosan, ugye minden generáció estinája tovább bontja a Tórát. Na most az a feladat, hogy nem elég, hogy mondjuk van ez, ahogy vannak ezek a, vannak a bölcsek a zsidóságban, akik kibontják szemünkre a Tórát, de nekünk azokat meg is kell tanulni, és aztán átültetni a gyakorlatba. Jó, ez röviden, ez volt ugye az első témánk, ami még azt mondom, hogy ugye ez mind ugye valahogy a lélekhez kapcsolódott, az önfeláldozáshoz, és ugye arról, hogy mi tulajdonképpen a Chabad filozófia, és mit mond a milyen feleletet tudunk adni a hitbéli kétségekre, akár akkor, amikor esetleg komoly kétségénk vannak azt illetően, hogy hiszünk Istenben, nem hiszünk-e, mi arra a gyakorlati eljárás, illetve hogyan kell közelednünk, mit kell akkor tennünk, mi az orvoslása annak, amikor azt látjuk, hogy valaki nem a hitével egyezően él. Jó. A következő témánk, és ez azért rövidebb lesz, a hit és az intellektus kapcsolata. Sokszor van úgy, és ezt tapasztaljuk az életünk során, hogy amikor átélünk valami nagyon rejtélyes dolgot, valami mondjuk szoktuk úgy mondani, hogy egy spirituális utazást tettünk, és azt látjuk, hogy az elején ez a fajta élmény, ez teljesen valahogy a valóságtól elrugaszkodott, nem is tudjuk pontosan, hogy ez mi hasonló, mint amikor hirtelen egy álomban ébredünk fel, és akkor, amikor pedig elkezdünk visszagondolni erre az élményre,
valahogy folyamatosan megragadjuk valamivel, folyamatosan körülírjuk, folyamatosan meghatározunk, és ezáltal számunkra is egy kicsit elérhetőbbé válik. Na most pont ez a jelentősége az Isten nagyságán való gondolkodásnak is. Ugye maga Isten is, hogy a lélek kapcsolódik hozzá, ez is egyfajta, ez is egy spirituális élmény. De hogyha ez megmarad csupán ezen a szinten, és nem próbáljuk magunkban elmélyíteni ugye az intellektusunknak a segítségével, azon ugye az lesz a baj, hogy egy idő után, hogy ugye az érzelmeket se fog bennünk megszülni. Vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy ugye felteszik a kérdést, hogyha van hit, és nincs is kétség, és ez a hit tényleg elég erős ahhoz, hogy ez mégis maradjon, akkor mégis, legalábbis ők ezt gondolják, akkor mégis mi szükség, akkor van-e szükség egyáltalán arra, hogy mondjuk tanuljunk, hogy mondjuk a Tórát tanuljuk, hogy a bölcsek szavait olvassuk. És az erre való válasz az egy határozott. Igen, és pont azért, mint amit az előbb mondtam. Ugye, mi a célja, hogyan tudjuk mi teljesíteni az isteni akaratot, és hogy mi az egész vallásnak a célja, mi az, amit elfogadunk. Ugye a legfontosabb alapvetés az, hogy hiszünk, ugye a 13 hittétel között ott van a túlvilágban való hit, és ugye a megváltásban való hit. Na most, ezt mi által tudjuk elérni, hogyha mi megváltjuk magunkat, ugye a Tóra tanulás és a parancsolatoknak a beteljesítése által. De ugye a parancsolatnak a megteljesítése az egyfajta elköteleződést feltételez. Most én akkor tudok valami iránt elköteleződni, hogyha az elköteleződésem tárgya nem ad számomra valamit cserébe, hogyha én magam érzelemmel kapcsolódok ehhez. Nagyon jó példa, mondhatom azt, hogy elkötelezett vagyok a munkám iránt, de vannak olyan munkák, amit az ember tényleg szintisztán nem hivatástudatból, küldetéstudatból, hanem egyszerűen azért csinál, hogy kenyeret tegyen az asztalára, pénzt keressen vele. De most abban a pillanatban, hogy a munkáltató esetleg nem fizetne az illető, ugye a munkavállalónak pénzt, fizetést az ellátott munkáért, akkor azt mondom, hogy azért ez a fajta nagyon több, mint valószínű, hogy a munkavállalónak is a munkája iránti elköteleződése is ugye hirtelen nagyon megcsappanna. De vannak olyan elköteleződések, amik nem történhetnek meg ugye érzelmek nélkül. Ilyen például az, amikor mondjuk a gyerek iránt a szülő elköteleződik, vagy a gyerek a szülő iránt. Ugye ez a fajta elköteleződés a szereteten alapszik. Viszont az, és ehhez nem is kell az intellektus bevonása. Viszont amikor valami ezoterikus dologról beszélünk, amikor valami olyan dologról, amit nem tudunk megfogni, mert két különböző létsíkon van, ugye beszéltük, van a fizikai világ, és van a spirituális világ. Na most azt mondjuk, hogy mondjuk egy szülő iránti elköteleződés szeretet alapon tisztán megvalósulhat az intellektus bevonása nélkül, mivel nincs szükség, nem nagyon kell, nincs szükségünk az intellektusra ahhoz, hogy megragadjuk azt a szeretetet, amit mondjuk a szüleink iránt érzünk, vagy a gyerekeink iránt érzünk. Azonban amikor egyfajta szakadékot kell áthidalni a fizikai világ és a spirituális világ között, akkor szükségünk van arra, hogy az érzelmek azok valahogy az intellektusból szülessenek meg. Nem tudunk úgy érzelmeket megszülni, hogyha előzetesen nem elmélkedtünk, nem gondolkodtunk, töprengtünk mondjuk Istennek a jelentésén. Mit jelent az, hogy Isten? Mi a kapcsolódásom hozzá? És erre mondják azt a haszid tanítások, ugye, hogy az intellektus ugye az érzelmek felett van. Hogy érzelmeket nem szülhetünk meg az intellektusnak a kapcsolódása nélkül. És hogyha nincsenek érzelmek, akkor az elköteleződés sem tud megvalósulni. És pont ezért mondjuk azt, hogy az, ami nagyon fontos ugye a hitben, hogy folyam, hogy nem maradjon egy vak hit. Mert előbb-utóbb az a fajta hit, amit nem támogat az értelem, az a hit az elsorvad, és az a hit az végül az elköteleződéstől is mentes lesz, és az amikor pedig megszűnik az elköteleződés, ott tulajdonképpen egy idő után már a hitnek is mindenféle gyakorlása és tudatos megélése is elsorvad. Jó. Még van egy nagyjából 15 percünk, amit ez persze lehet, hogy egy kicsit nagyobb téma, de legyen az, hogy most ezzel bevezetem, mert nagyon fontos, és meglátjuk, hogy mennyi időnk maradt, nem szeretnék egy órán túlmenni, meglátjuk, mi az, amit tudunk ebből tisztázni. Addig szeretném kérdezni, hogy bárkinek van-e valami kérdése, hogyha van, akkor tegyétek még föl. Az az igazság, hogy
Én már jó ideje nem látom a képernyőt, de már föl se teszem a kérdést, hogy látható vagyok-e, mert az eddigi tapasztalatom az, hogy ilyenkor csak nekem szűnik meg az adás. De bárkinek közben valami kérdése van az eddigiekkel kapcsolatban, akkor kérem tegye föl, és akkor válaszolok rá. Jó. Utolsó témánk a mai nap, amiről beszéltünk, a hit mint parancsolat. Ugye? És talán nem is olyan jó, hogy ezt most a végén tárgyaljuk, mert ez egy igen nehéz téma, és talán ez az előadásnak a legfontosabb része, de akkor majd egy hét múlva is folytatjuk. Na most, ugye a következő kérdések merülnek rögtön föl a hit mint parancsolat témakörében, témájával kapcsolatban. Ha tudjuk, ha elfogadjuk azt, amit tanultunk, hogy már pedig a léleknek van egy olyan aspektusa, ami folyamatosan ugye hisz Istenben, ami folyamatosan ugye Isten tapasztalja, akkor ez egy tény. Akkor hogyan lehet megparancsolni azt, vagy mi értelme van megparancsolni azt, hogy higgyünk Istenben? Akkor ez tulajdonképpen már valóra vált, ez egy tény. Miért kell megparancsolni valamit, ami már tényszerűen áll? Ez egy kicsit olyan, és a példa lehet, hogy nem lesz a legszellemesebb, de mondjuk, ha jól tudom, az én testmagasságom 177 cm. Hogy lehetne nekem megparancsolni azt, hogy légy 177 cm is? Hát ez egy tény. Ezt nem kell megparancsolni, ez így van. Ugyanúgy, ha a léleknek van egy hite, ami az eszenciájának, ami a mi eszenciánknak a mi eszenciánkat adja, akkor miért kell megparancsolni azt, hogy higgyünk? De nézzük meg a kérdés máshonnan. A Rambam, a Misné Tórában azt mondja, hogy márpedig az a parancsolat, hogy higgyünk Istenben, az azt jelenti, hogy bizonyítsuk be Isten létezését. És ő azt mondja, hogy Isten létezése az bebizonyítható, és hogyha valaki nem bizonyítja be magának Isten létezését, hanem csak hisz, de anélkül, hogy magának mondjuk értelmével bizonyította volna, akkor nem is teljesítette a Tórának egyik legalapvetőbb parancsolatát, vagy legalábbis a parancsolatnak egy nagyon fontos aspektus a hiányt szenved. Jó. De közelítsük meg megint csak ugye a Rambam által felvetett lehetőséget máshonnan. Ha azonban elfogadjuk, amit mond a Rambam, ugye a majmon idéz, hogy már pedig Isten létezését lehet bizonyítani, hogyha ez így van, akkor miért kéne hinni? Ugye a hit és a tudás az két különböző dolog. Általában úgy viszonyunk a hithez, hogy a hit az valami olyasmi, amit nem tudunk bizonyítani. Hogyha azt mondjuk, hogy Isten létét tudjuk bizonyítani, és elfogadjuk azt, hogy van egy olyan parancsolat, hogy higgyünk Istenben, akkor mi annak a parancsolatnak a jelentősége, hogy higgyünk Istenben, ha már tudjuk bizonyítani, akkor mi az értéke a hitnek? Hát akkor nem hinni kell, hanem akkor már tulajdonképpen rendelkezünk egy tudással. És nézzük meg még egy harmadik szempontból ugyanezt a kérdést. Egyáltalán. És ez az, amit még egy talán több mint fél órával ezelőtt folytattam kérdést. Hogy lehet arra vonatkozó utasítást adni, hogy higgyünk? Hogyan képezhet az egy parancsolatot, hogy higgyünk? Van egy parancsolat, és van annak egy parancsolója. Én a parancsolatot eleve akkor tudom teljesíteni, hogyha elfogadom, hogy van egy parancsoló. Tehát mielőtt ezt a parancsolatot teljesíteném, azelőtt ugye el kell fogadnom, hogy ugye van annak egy megparancsolója. Máskülönben ugye értelmét veszti az egész. De most ahhoz, hogy erre a három, hogy ezekre a kérdésekre válaszoljunk, tehát még egyszer a három összefoglalva. Hogyha van egy velünk született hit, akkor mi értelme van megparancsolni, hogy higgyünk? Ha azt fogadjuk el, amit a Rambam mondott, hogy már pedig Isten létezését azt lehet bizonyítani, akkor mi értelme lenne a hitnek? Akkor megint csak akkor fölösleges megparancsolni, hogy higgyünk. És a harmadik pedig az, hogy egyáltalán hogyan lehet erre vonatkozó rendelkezést kibocsátani, hogy higgyünk. Előtte inkább azt kéne akkor megparancsolni, nem a hitre vonatkozott, hanem inkább ugye Isten létére vonatkozott. De tulajdonképpen ez kicsit körben forog, mostán nem jól fogalmaztam, de a magyarázatban majd ki fog derülni, mire gondoltam. Az, hogy ezekre a kérdésekre válaszoljunk, alapvetően egy dolgot kell megvizsgálnunk, hogy mi a léleknek az alapvető természete. Már beszéltünk arról korábban, ugye, hogy léleknek van két aspektusa, és az egyik aspektusa az, ami folyamatosan ugye Isten tapasztalja meg. Na most, mint mondtuk, ebben az esetben ugye nincs szó arról, hogy meg kell parancsolni a hitet, mert ez folyamatosan tapasztalja az Istenséget. Legfeljebb az én az, ugye ezt beszéltük, a három hang kombinációja, az az, ami nem tapasztalja Isten, de a léleknek ezt nem kell megparancsolni. Na most,
Azt tudjuk, hogy amikor hitről beszélünk, akkor általában kétféle dologról beszélünk. Beszélünk arról, amikor gondolkozunk mondjuk Isten nagyságán, és ez ugye az intellektuális által megközelíthető, és van a tapasztalati. Na most azt mondjuk, hogy az, amikor Isten nagyságán gondolkodunk, akkor ez mindenféleképpen valami korlátozás. Ugye Isten annyira megfoghatatlan, annyira hatalmas, és már amikor ezt mondom, hogy hatalmas, már azzal is korlátozom folyamatosan, hogy egy alapvetően megfoghatatlan dolog. Az intellektusunk tulajdonképpen abban segít, hogy valamilyen módon a vele való, a hozzávaló kapcsolódásunkat, illetve az, ahogy ő kapcsolódik hozzánk, azt valamilyen módon jellemezzük. Pont erre szolgál minden elnevezés, amikor apaként jellemzi a Tóra, amikor házastársként, ugye most Sávolt kapcsán, ugye azt beszéltük, hogy ez egy egyességünk. Ezek mind-mind folyamatosan a kapcsolatnak az aspektusáról beszélnek, de nem, vagy azt mondjuk a világ megteremtője. A mi szempontomból, mondjuk a világ szempontjából lehet, hogy ez volt a legjelentősebb dolog, de Istennek a létén ez nem változtat semmit. A világ megteremtése előtt és után pontosan olyan volt. Ugye egy végtelenül nagy entitásra nem lehet hatással az, hogy megteremti a világot. Ez számunkra nagy dolog. Számára ez nem befolyásoló tényező, úgymond. De mondjuk azt mondjuk, hogy zsidók számára. Számunkra az egyik legfontosabb dolog, és ugye így határozott meg az első parancsolatban is ki az örökkévalók, ki kivezetett minket Egyiptom országából. Ugye, ez számunkra, a zsidók számára egy nagyon fontos tény, de ez nem írja le az örökkévalónak az eszenciáját. És akkor most ezzel kapcsolatban kell kimondani, vagy kell megtanulni, hogy alapvetően kétféle kapcsolódás van az örökkévalóhoz. Van ez az intellektuális, ami bizonyos kapcsolatokat tár föl az Istennel, és van a léleknek ugye az a fajta kapcsolódása, ami még onnan származik, mielőtt leereszkedett volna, ugye a mi fizikai testünkbe. Mit mondunk? Hogy a lélek akkor ugye azt a fajta istenséget érte meg, ami Istennek a valódi eszenciája. Nem egy-egy aspektusát, nem a lélekot, nem azt a fajta aspektusát látta meg Istennek, hogy kivezetett minket Egyiptom országából, vagy a világ megteremtője, hanem magát, Istent. De most ilyen módon azt mondjuk, hogy ez az a lélek, ugye ez az a tapasztalat, ez az a tapasztalás, amivel rendelkezik, amikor leereszkedik a fizikai testünkben. Ilyen módon teljesen világos, hogy ez a fajta hit, ami nem is, ugye, ami amikor az énről beszélünk, nem is tudatosul mindig, de ez a fajta hit, ez sokkal-sokkal magasabb gyökerű, mint mondjuk az a fajta hit, amit mondjuk a gondolkodásunkkal ragadunk meg. De most, hogyha megértjük ugye ezt a két aspektust, akkor azt is meg tudjuk érteni, hogy a hitnek a parancsolata az alapvetően két dologra vonatkozik. Egyrészt van egy olyan parancsolat, hogy bármi, ami Istenből a szellemünk által befogható, kódolható, megérthető, amihez viszonyulni tudunk, az viszonyuljunk. Azt kutassuk, azt próbáljuk meg az abban rejlő spirituális lehetőségeket kiaknázni, amennyit csak lehet tanuljuk a Tórát, azért, hogy megértsük, hogy minél kevésbé legyen számunkra rejtélyes. Na most nyilván itt a rejtélyesség az mindig a végtelenhez konvergál, mert az a rész, amit Istenből mi meg tudunk ismerni, ugye az értelmünk segítségével, az nagyon csekély. Ez teljesen világos. Ezek felett pedig van egy olyan parancsolat, hogy felismerjük azt, hogy mindig lesz valami, ami az értelmünk számára nem megfogható, amit nem érthetünk meg. Na most innen látjuk azt, hogy tulajdonképpen a parancsolat, az Istenben való hitnek a parancsolata, az nem annyira az Isten létezésébe vetett hitnek a parancsolata, hanem az Isten létezésének a természetébe vetett hit parancsolata. Mert azt mondjuk, hogyha, ugye, azt mondjuk, hogyha elfogadjuk azt, amit a Rambam mondott, hogy Isten létezése esetleg bizonyítható, még abban az esetben is értelmes lenne az a parancsolat, hogy hinni kell Istenbe. Miért? Mert még ha el is fogadjuk, hogy bizonyítható esetleg Isten létezése, azt mondjuk, hogy Isten létezésének végtelen sok aspektusa van. Sokkal több, mint ami az értelmünk számára megragadható. Így ha még bizonyítani is tudnánk azt, hogy esetleg Isten létezik, ahogy ezt a Maimonides mondja, még akkor is lenne a hitnek
egy teljesen ugye értelmesen felfogható parancsolata, ami azt mondja, hogy fogadjuk el, ismerjük el, hogy Isten sokkal több annál, mint amit mi esetleg mondjuk bebizonyítottunk róla, vagy mint amit esetleg a létezéséről meg tudtunk érteni, el tudtunk fogadni. Jó, ez az, amit a mai órára terveztem röviden, sikerült az egy órába beleférni. Természetesen ez az utóbbi téma, ez kimeríthetetlen. Nagyon szívesen válaszolok mindenféle felmerülő kérdésre. Remélem, hogy nagyjából világos volt. Várom tényleg mindenkinek, hogyha még egy fél percet várok, hogyha valaki valami kérdés leír, de akkor nagyjából ezzel a mai napra elköszönnék. És még annyit, hogy holnapi nap megint ugye zsidó etikával fogunk foglalkozni, egy nagyobb témát fogunk lezárni, úgyhogy mindenkit, aki eddig hallgatta a zsidó etikát, azt várom sok szeretettel, csatlakozzatok hozzám, és nyilván utána pedig még két nap múlva, két napra rá, pedig majd a bölcsek életével fogunk foglalkozni. Jó? Hogyha akkor most nem lenne több kérdés, akkor nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet, további kellemes estét kívánok mindenkinek, és akkor találkozunk a héten. Sziasztok!